Kilószámra vásárolják a friss termelői tojásokat a nyíregyházi búzatéri piacon, ahol az MS méretű tojás darabja 90 forint. Az árusok szerint nem drágultak az élelmiszerek a piacon az elmúlt egy hónapban. A standokon megjelent a barack számos fajtája. Én rendszeresen járok a piacra, hetente több alkalommal is, mindenféle gyümölcsöt itt vásárolok, nagyon szeretem a hazai termékeket, árdrágulás néha tapasztalok, de a minőség úgy gondolom az nagyon fontos. Úgyhogy zöldséget, gyümölcsöt minden héten itt vásárolok. Toronica Gyulánéhoz hasonlóan Janka György is találta az ízlésének megfelelő barackot, de ezúttal a dinnyék miatt jött ki a piacra. A görög dinnye kilója már 450 forint körül mozog. Hál' Istennek itt rengeteg barack volt az idén, úgyhogy ki is főztünk több liter baracklekvát, ugye arra gondolva át, ha jövőre nem lesz. És hát más egyéb dolgok is ugye szépen vannak, hát amint tetszenek látni. Én most dinnyét vásárolni jöttem ki. Tomaszowski Szabolcs szerint az időjárás ugyan próbára tette a termést, de összességében jó áron, kiváló minőséghez juthatnak a magyar vásárlók. Most már lassan elkezdődnek a héten a magba váló barackok is, amit nagyon előszeretettel visznek befőzni, például van lekvárnak való, van étkezésre, kompótnak, térre való, eltevésre, és most idén elfogadható árba, hogy mindenki szinte megengedheti magának, hogy a téri elemúzsiákat be tudja spájzolni. A lecsó szerelmeseinek jó hír, hogy a paprika, paradicsom is egyre jobb áron kapható. 400-tól egész 2000-ig lehet kapni paradicsomot kilóba, például a sabmentesek azok, ami drágább, az átlag fürtös paradicsom, sorolt paradicsom, gurulós parik, azokat meg már ilyen 300-tól 500 forintig meg lehet venni, ugyanúgy, mint a TV paprikát is, minőségtől, görbeségtől függően, vékony vastaghúsút, azt is már 300-tól olyan 700 forintos kiló árba, és minden célra, hogy lecsónak, elrakásra, csalamádénak, hogy elég tűrhető árak vannak, és választás után semmit nem emelkedtek a zöldséggyümölcs árak, hanem inkább lejjebb mentek. A csemege kukoricát is sokan keresik. Ennél az árusnál mérettől függően 100-tól 200 forintig terjed a kukorica ára. Június végén kezdődött el a kukorica szezon, az első palántáról volt kiültetve, de nem nagy sikerrel, mert megfázott, kicsi csövek voltak, nem túl szépek. Aztán a helyére vetett, meg a palántás későbbi összeérett, de az idő nagyon jó volt rájuk, mert esett az eső a későbbiekre. A cukkini, a tök és a patiszon is szép nagyra nőtt az esőzéseknek köszönhetően, pár száz forint per kilogrammonként már hozzá is juthatunk, akár csak a kovászolni való uborkához, amely szintén 300 forintért vihető kilogrammonként. Találtunk új burgonyát és sárgarépát is kilónként 300 forintért, lila hagymát 400 forintért.